Felújítják az utat a Hámorító és Felsőhámor között. Hétfőn este teljes útzár mellett a Lilafüredi alagútnál kezdi a munkát a Magyar Közút. Ezért este 9-től éjfélig lezárják az alagutat. Szerdától több mint 1 kilométeren aszfaltoznak majd, félpályás útzár mellett lehet közlekedni. Két keréken a tavaszi napsütésben, a turisták által is kedvelt útvonalon hamarosan kerékpározni is könnyebb lesz. A Lilafüredi alagút aszfaltját a napokban marták fel. Egyelőre szabadon közlekedhetnek az autók ezen a szakaszon, az aszfaltozást 16-án este 9 órakor kezdik el. Hétfő éjszaka várhatóan 3 órára teljesen lezárják majd a Lilafüredi alagutat. Este 9 és éjfél között semmilyen jármű nem közlekedhet majd itt. Sem az autósokat, sem a buszokat nem engedik majd át, írja közleményében a Miskolci Polgármesteri Hivatal. A felújítás idejére az autósok türelmét és megértését kérik. A hétfő esti munkálatok az 5-ös és a 15-ös autóbuszok közlekedését is érintik. A változásról az MVK honlapján érdemes tájékozódni. A Magyar Közút összesen 1200 méteren húz fel új aszfaltot a Hámorító és a Felsőhámori mászófal között. Szerda, csütörtök, pénteken pedig a további szakaszt, magyarul a mászófaltól a tóig terjedő szakasz fogjuk elvégezni. Ez körülbelül egy 1150 méter hosszan félpályás zárással, tehát természetesen forgalom mellett fogjuk végezni. A munkálatokat szerdától félpályás útlezárás és jelzőrös forgalomirányítás mellett végzik majd. Az aszfaltozással körülbelül 1-2 nap alatt végeznek.